A Vénusz videó térképe domborzati térkép. Narancsra színeztem, meg barnára a magasabb területeket, a mélyebbek pedig a sárgák és a legmélyebbek a fehérek. A sárgák egyébként, ha geológiailag nézzük, akkor lávasíkságok, ezek a mélyebben fekvő területek, a barnásabbak pedig hegyláncok, amikből összeállnak nagyobb meggyűrt területek, és sokszor látható, hogy ezek közepén egy fehér vagy sárgás színű csík fut keresztül, ezek mély kanyonok, mély árkok, amik mentén szétrepett a megemelkedő felszín. Kisebb, ilyen lencseszerű foltok is láthatóak, amik koronának nevezett vulkanotektonikus alakzatok, ezeket a mélyből felnyomuló magma nyomta ki a felszínre, és ilyen gyűrűszerűek. Ezzel jellemeztük is a Vénuszt, ahol tehát mik vannak láva, gyűrt hegyek, mély árkok, törésvonalak. Kis tégla alakú lila jelekkel jelzem a leszállóhelyeket, amiknek a többsége szovjet Venyera szonda, amik még a 70-es, 80-as években szálltak ide le. Ezeket majdnem minden évben indították, több mint egy évtizeden keresztül. Az elsők azokból a jel még a légkörben eltűnt, vagyis légkörben megszakadt velük az összeköttetés, aztán egyre mélyebbre jutottak le, amíg kiderült az, hogy a felszínen ilyen nagy forróság van. A korábbi szondák vagy összeroppantak a nagy légnyomás miatt, és a végén ezért már gömb alakú szondákat gyártottak, vagy elolvadtak, de olyan is volt, aminek a kamerájának a sapkája ráolvadt a kamerára, úgyhogy hiába ért el a felszínt, már nem tudott fényképezni. De máig ezek az egyetlen felvételek a Vénusz felszínéről, pedig elég sok idő eltelt azóta. Ha leszállnánk rá, akkor a felszínen többnyire kősivatagot találnánk, és ezen kívül persze ott a Vénusznak a forró és sűrű légköre, amiben megfőnénk, és amiben egy szemernyi víz sincs, por vagy csont száraz, és ez a légkör azért ennyire forró, mert pár év száz millióval ezelőtt elszabadult az üvegház hatás. A sok vulkán és láva terület láttán nem is nagy meglepetés, hogy az üvegház hatást mi okozza, ugyanaz, ami a Földön is most sokakat aggaszt, a széndioxid. A széndioxid az jelentős tényező egy bolygó üvegház hatásában. Itt 500 fokra melegedett fel a felszín, ami megnézzük, akkor kétszer olyan meleg, mint amikor begyújtunk a sütőbe és megsütjük a délutáni süteményt. Ez volt a Vénusz domborzati videó térképe.